Hello, hello, párásító hallgatók, és valaki az éterben. Ki van az éterben? MZ per X, jelentkez. Oh, hello, MZ per X. Hello. Mi újság van a fú, milyen utcába? Futrinka utcába. A Futrinka az rendben van, mert az abszolút, de hogy a Mézgáék milyen utcába laktak. Ó, basszus, nem emlékszem. Na, ez egy megoldandó feladat lesz, szerintem ilyen nem e-cigarettás kvíz kérdésben kiadjuk ezt a feladatot, hogy Mézgáék milyen utcába laktak, de szerintem az internet korában ez 3 másodperc alatt lekereshető, úgyhogy felejts el mindenki. Hanem Krisztián, veled mi történt a héten? Ó, képzeld el, volt egy 3 napos hosszú hétvégén. Csak nekem, senki másnak. Óriási nagy döglés volt a hosszú hétvégén. Igazából nagyon semmi nem történt. Munka volt, így, hogy jövő héten nem leszünk, ugye, mert elutazunk Kingával, így besűrűsödtek egy kicsit a dolgok, amely szálakat emiatt el kell varni masszívan, és az történt még ma, hogy ma reggel előadtam a Tech Breakfastunkon, képzeld el. Úgyhogy nagyon korán kellett kelnem, ezért rettentő fáradt vagyok most így már estére, de próbálom tartani magamban a lelket meg az energiát. És ez a Tech Breakfast dolog, ez egy olyan dolog, ami állítólag régebben is ment már a cégnél, de most újra lett élesztve, hogy így szerda reggelenként reggeli mellé egy-két ember érkezik valami ilyen fejlesztéssel kapcsolatos technikai témával, amiről szívesen beszélne, vagy érdekes, vagy vicces, vagy hát igazából ilyen kötetlen valami, és akkor ez egy ilyen rövid előadás, és akkor egy ilyen kis beszélgetés, és ilyesmi. Úgyhogy ma én is bekapcsolódtam a vérkeringésbe, és készültem prezentációval is, és ami miatt aztán még korábban keltem, fél 8-kor. És ez bármi lehet egyébként, Krisztián? Gyakorlatilag bármi, ami témába vág, vagy valami olyan vagy ami a mindennapi munkákkal kapcsolatos, vagy nem, vagy bármilyen ilyen fejlesztéssel kapcsolatos érdekesség, amivel nem tudom én játszadoztál az utóbbi időben, és van róla valami érdekes megnyilvánulni valód, vagy egy vicces, érdekes esemény történt veled, és akkor arról ilyen, ilyesmi. És én ma a Scope Creepről tartottam egy beszámolót. Már a neve is egy gyönyörűség, öcsém. Tehát ezt mondd még egyszer. Scope Creep. Ez mi ez egyébként a The Evil Dead 3. fejezete, vagy a Sétáló halottak legújabb előzetese, vagy mi ez? Majdnem, de így Halloween, Mindszentek, Halottak napja, stb. Közelettével teljesen passzol a név. Ez a Scope Creep, ez nem tökéletesen Scope Creep volt, amiről én előadást tartottam, de hogy ez áll hozzá a legközelebb, a Scope Creep az definíció szerint egy olyan állapot, amikor valami, ami már fejlesztés alatt van, tehát elkezdődött a fejlesztése, és rendszerint tervezési hibából adódóan, ilyen véget nem érően derülnek ki, hogy bakker, még ezt is meg kell csinálni, bakker, arra se gondoltunk, és csak így maga a feladat szkópja, a feladat terjedelme, amit a feladat magába foglal, az csak nő és nő és nő, és így dőlnek ki a kvázi a csontvázak a szekrényből, hogy erre se gondoltunk, arra se gondoltunk. És amiről én meséltem, az nem 100%-ig ez, az nem egy tervezési hibából adódott, ott ilyen adhok jelleggel bukkantak föl megállás nélkül megoldandó problémák, és amikor azt hiszed, hogy ó, már finisbe vagyok, mindjárt kész vagyok, és akkor megint valami így előugrik, és fejbe kólint, hogy üps, nem, mégsem vagyunk készen, ilyesmi, és nagyon együttérzően bólogattak néhányan, tehát ez így előbb-utóbb mindenki belecsúszik ebbe. Volt, aki már átérezte ezt a problémát, igen, ezek szerint. Igen.
Hát ez egy ilyen bicikli, kérlek szépen. Igen, és azzal zártam egyébként a, hogy hívják ott, ha meg Scopegrip által sújtott fejlesztők védőszentjévé avattam Ford Fairlane-t. Úristen, úristen, hogy jutott ez, hogy tudtad a kettőt összekapcsolni? Hát az örök érvényű mondás a Ford Fairlane-nek, ha emlékszel rá, mentem volna halásznak. A Ford Fairlane-nel nekem az a, nem tudom neked milyen volt, amikor legelőször nézted, de én amikor legelőször néztem Ford Fairlane-t ugye szinkronnal, akkor én folyamatosan azt gondoltam, hogy miért a nagy ferót kellett ide tenni szinkron hangnak? Hát ez egy borzalom. És így a harmadik, negyedik nézésre barátkoztam meg azzal, hogy a nagy ferónak pont ilyen tuskó hangja van, mint amilyen a Ford Fairlane. Érdekes adalék, én ezt nemrég tudtam meg, kérlek szépen, nem gondoltam volna, hogy ez így megy, de hogy a Ford Fairlane az itt nálunk lett ilyen kultfilm, és amerikaiakkal beszélgettem, és így azt se tudták, hogy eszik vagy isszák. És kiderült, hogy Amerikában ez egyáltalán nem volt semmiféle se siker, se kult, se semmi, egy ilyen nagyjából pukkant egy picit sem, és így elmúlt, és senki nem emlékszik rá, mert hogy nálunk basszus eladta a nagyferó hangja, mert hogy eredeti hangjával ez egy ilyen nagyon-nagyon lapos valami, ami semmi pláne, arra hajaz kicsit ezek a régi detektív monologizált detektív sztorik, amikor így mondja a történetet, hogy így az eredeti hangon, eredeti nyelven egy ilyen stílusú valami, és semmi pláne nem volt benne úgy. Nálunk meg kultfilm lett belőle többek között Ford Fairlane. Vagy nagyferó hangjának köszönhetően. És még egy érdekes adalék, hogy nem jut eszembe a neve, a Rémrendes családból az El Bundyt játszó Ed O'Neill játszotta benne a nyomozótisztet, a butitájmos nyomozótisztet. Igen. Az nekem is föltűnt, de ugye már csak akkor, amikor a Rémrendes családot is láttam, és mit tudom én, 26-odjára újra megnéztem a Ford Fairlane-t, és akkor így, jé, már nézd már, ez az El Bundy, mit keresed itt? Rettentő. Szóval velem. Érdekes volt. De ha már így a filmeknél tartunk, nem tudom magamba tartani, mert most én a sorozatba úgy se tettem be semmit, de hogy megrendelték a Star Trek második évadját, úgyhogy hat rész ment le eddig, ha jól tudom. Te jobban követed, én még nem láttam a hatodikat, én még csak 5 részt láttam belőle. De hat én rész... csak 5 részt láttam, mert kamu volt a hatodik rész. Egy szar release volt a hatodik rész, ami nekem lecsorgott, úgyhogy én sem láttam még a hatodikat. Te se láttad még akkor. Nem. Na mindegy, nem. Én ezt olvastam, és rettentően megörültem a hírnek, hogy a hat rész lement, és akkora volt a nézettség, és akkora az érdeklődés, hogy... meglett a második évad rendelve, úgyhogy... Mert így rengeteg idejük lesz, rengeteg alkalmuk lesz arra, hogy a nagyon idegesítő hülyeségeket hátra kijavítják. Hajrá, Star Trek! De legalább van élő színészes a Star Trekünk. Csak így tovább. És... Igen? Na, nem tudom. Mondjad. Nem, téged várlak. Ja, én csak annyit szerettem volna mondani, hogy velem gyakorlatilag ennyi történt, említésre méltó dolog történt a héten, úgyhogy remélem veled több minden történt, mesélj veled, mi történt. Hú, én a héten, hát ugye volt egy hosszú hétvége. Neked is, basszus. Nekem is, tehát így kaptam ajándékba a kormánytól egy hosszú hétvégét, ami... Bocsánat! A hosszú hétvégével a hétfői ünnepnap miatt elvették a Meatless Monday-emet, ami a vegetáriánus nap az ebédre. Úgyhogy bocsánat, ennyi csak. A legrosszabb napra tették ezt a hülye ünnepet. Úgyhogy... Nem szólok közbe többet.
gyakorlatilag, hát igen, hosszú hétvégé, de hát ez ugye Romániában a hétfő az munkanap. Tehát én is dolgoztam kvázi, bármennyire is szerettem volna pihenni. Kedden, én abszolút ilyen, tehát azt kell tudni, Romániában két ünnep van, húsvét, másnapja meg karácsony. Tehát kész, érted? Semmi, gyakorlatilag ilyen hosszú hétvége. Tehát úgy néznek szerintem a románok a magyarokra, tudod, mikor így csütörtöktől nem dolgozom, egy csütörtök péntek, nem tudom én, valami szünet, vagy ünnep, vagy akármi, szerintem piszkosul irigyelnek minket. Na, szóval teljesen... Hát legalább egyetlen egy dolog van, ami miatt irigyelhetnek. Ami miatt irigyelhetnek, igen. Ez a... Tehát, hogy hétfőn azért elég sok telefon belecsörgött ebbe a hétfői nyugalomba. Ugye itt kis falunkba itt nem nagyon volt 56-os megemlékezés, mert hogy itt nagyon 56-os esemény sem történt. Ugye az főleg a nagyvárosokra volt jellemző, hogy 56. október 23-án bármi is történt volna. És hát ilyen kis, meg eléggé ilyen esős, meg nyúlós, meg borzasztó idő volt. Én tudom, hogy vasárnapra készültem hihetetlen módon, mert hogy 22-én volt a, azt hiszem, Geminidák, de ha nem az, akkor vessetek meg, meteorrajnak a maximuma, és én azokat így szoktam figyelgetni. Innen is üdvözlöm a Csokonyai Attila nevű Véper társunkat, aki egyébként hihetetlenül szép asztrofotókat szokott fölpakolni a Facebook oldalára, úgyhogy azon kevesek közé tartozik, akit így szoktam követni Facebookon, mert érdekes dolgok vannak körülötte, és pont neki írtam, hogy na, basszus, már, és ez most már mindig így van, tehát, hogy mindig, amikor ilyen klassz meteor eső lenne, akkor így beszaródik az idő, és az engem rettentően... Nézheted a felhőséget? Nem, hát már évek óta ez van. Talán most a nyáron az augusztusi meteor volt, vagy meteor hullás volt az, amiből így három éjszaka összeszedtem egy tízegy néhány szép áthúzást, meg életemben egyszer láttam talán olyat, hogy tűzgömb volt, tehát így szinte tudod, a végén, ahogy beér, így fölrobban, és akkor ilyen eszméletlen szép maga a jelenség egyébként. Úgyhogy hú, Charlie-tól már előre elnézést kérek, nem tudom melyik program, nem a Skype, de hogy itt húzogatja nekem a mikrofon potmétert automatikusan, az tuti. Úgyhogy biztos lesz mit kiegalizálni a fölvételbe. Aztán kedden Temesváron voltam ecigis üzleteket nézegetni, és hát bakker, találkoztam egy ilyen teljesen földobott sráccal, aki Temesvár egyik legnagyobb plázájába van egy ilyen ecigis pultja, és hát ugye tolmácsa, de hogy beszélgettünk, és új termék, salala, salala, tehát nyilván az ember próbálja a portékáját dicsérni, meg bemutatni, és akkor tudod, így rám néz, és az így összerakta a kezét, és valamit mondott románul, és ugye nekem meg kellett várni, amíg a fordítás odaér, és akkor összetette a kezét. Végre! Már nem csak Likva lesz a piacon, érted? És marhára örült neki, aztán végig kóstolta, és
szal, na, tehát teljesen belelkesült, és mondta, hogy van még három üzletük oda, mindenféleképpen szeretne betenni. Polcokról, meg a kínálókról, meg a teszterekről beszélgettünk, meg ugye vittünk egy tesztert mintának, hogy hogy is néznek ki ezek a dolgok. Úgyhogy szerintem ez így klart. Tehát Bukarest után, ahol ilyen, hát nem tudom, tehát ez a, tudod, mi mindent jobban tudunk nálad, mi sokkal frankóbbak vagyunk, és mi ezt már régebb óta csináljuk, és tudod, így nézel ki a fejedből, hogy te bazd meg, hát te 8 évvel ezelőtt mit szívtál, öcsém, az ujjadon kívül? Tehát, hogy nyilván egy, rólad nem tudnak semmit, kettő, ez egy technika, hogy oda viszel valamit, és akkor beletapossák a sárga földbe, mert hát az árba akar mindenki lemenni, meg alát kerülni. Tehát borzasztó egyébként. Tehát az látszik rettentően, hogy ilyen van is szabályozás, nincs is szabályozás. Van, aki, mit tudom én, 5 éve árul likvidet, fingja nincs a TPD-ről, érted? És akkor mondja, hogy hát de nekem van még literes 18-as alap is, és így kibaszta a pult a téren. Azt nem hiszem el komolyan. Kánoán. Hát, állatok, na hát kész. Tehát, persze, tehát aki egy picit is foglalkozott ezzel a témával, azért mindenki tisztában van, de hogy még lehet ilyen, tudod, ezt a hogy hívják ezt a japán katona, aki ott maradt az őserdőbe, és mondták neki, hogy de hát japán kapitulát, az nem lehet. A Bud Spencer filmben, igen. De nem, ez egyébként megtörtént. Kincs, ami nincs. Igen? Igen. Tehát nem a kincs, tudtam, ami nincs, a megtörtént, hanem hogy a 70-es években találtak még harcoló japán katonát az őserdőbe. És hát ezt valami, nem is tudom, tehát, hát tudod, ez azonnal nyugdíjazták, nem tudom én, altábornagyi rangot kapott meg, és az még ott várta a felmentő sereget, és nem hagyta el az őrhelyét, tehát valami sok hihetetlen. Szóval sok mindent el lehet mondani a japánokról, de a, hogy hívja, munkamorájukra és a kitartásukra. Egy szót nem lehet mondani. Abszolút nem lehet rá panasz. Ez történt, és ma meg a bicskámat kerestem, mondom, megnyúzom a lovam, mert bekrepált az autóm, érted? Hát ez kész. Tehát így jönnek csőstől a problémák egyébként, és tudod, így jövök hazafelé, előttem 60-nal cammog valaki, és szemből folyamatosan jönnek, és akkor így jó fölidegeled magad, hogy a kurva nénikéned, bazd meg, délután 5 órakor a Sándorfalvi úton miért kell neked ilyen túra tempóba menni, egyébként egy vatta új autóba ült, tehát még azt se lehet mondani, hogy valami lepukkázás. Lepukkadsz, igen, sétakocsikázott, érted? És amikor elment a sor, akkor persze ilyenkor már az ember egy picit idegesebb, oda lépsz a gázra, érted? Ping, kielőztem, és hát még azt sem mondhatnám, hogy hú, mert ilyen mit tudom én, negyedikbe 3500-at pörgött a motor, tehát nem egy fú, mit tudom én, milyen üveghangra húzattam az autót, és képzeld el, leelőztem, és egyszer csak elkezdett valami csörögni az autóba, motor leállt, kenyérszervó abba a pillanatba, fék az szinte nuku, hát tudod, nincs fék rá segítés, és akkor így szépen belassultam a benzinkútra, így befordultam, még az indexet kibírtam rakni Sándorfalván, úgyhogy most ott éjszakázik az autó, holnap elvontatjuk, fogalmam sincs, mi van vele, de az önindító sem, tehát csak így szabadon pörög és kretyeg. Valamit
sikeresen ledarált az autóba. Nem tudom, hogy mi pénzbe fog ezt fájni, de már előre félek tőle. És ugye nekem az autó az létszükséglet. Hát ilyen 20 000 kilométer is belegurul érted egy 2-3 hónap alatt. Néha, nem mindig, de mondjuk 3 havonta 10 000 az tuti. És na hát ez, ha most nem lesz, akkor nem tudom, mi lesz, mert a cégben, amik vannak kocsik, azok inkább nem kéne vele közlekedni, mint igen. Na mindegy. Szóval ez most így érzékenyen fog érinteni. Vagy marad a vonatozás, ami ugye a maga kis 14 órájával azért egy elég húzós történet. De hát ilyen az élet, szokták mondani. Hát ez nem hangzik túl jól, azt kell, hogy mondjam. Hát nem, de nem tudok mit csinálni, és tudod, mindig akkor jön valami, de ezt már annyira megszoktam, hogy az embernek van valami hobbija, biztos neked is van valamid, mondjuk az e-cigarettán kívül, meg a podcastelésen kívül, és akkor tudod, így kuporgatod, na most megveszem, és pang, nem veszed meg, bazd meg, mert autóra kell költeni. Kész, nem is akarok róla beszélni, tehát így abszolút fölidegeltem magam ezen a történeten. Hát akkor neked jutott most hideg is, meleg is, basszus, erre a hétre. Hát, tehát... Vagy az előzőre. És tudod, ez a kocsi, az üzemanyag, a jövedékkiadó. Mert a jövedékkiadót mindenre kell fizetni. Mi mindenre kell jövedékkiadót fizetni? Hát képzeld el, hogy ez nem úgy van ám, hogy várjál csak, hogy ha beteszed az alapítványba, elveszti a közpénz jellegét, ugye? Igen. Nem, öcsém, ha ezt betöltöd a kocsiba, akkor fölveszi a jövedéki jellegét. És nem másról beszélünk ebben az esetben, mint a hálózati áramról, illetve fogyasztásról. Villanyos energia. Hát ezen konkrétan én így begondolkoztam, nem tudom, téged ez megfogott, hogy üzemanyag lesz az autó áram, tehát kész. Én jövedéki adós az üzemanyag utolsó. Lesz az az áram, amit betöltesz az autódba? Tehát az utolsó kapcsolja le a villanyt. Hát igen. Emlékszel az étolajra, hogy ott is jövedéki termékké válik abban a pillanatban, hogy beletöltöd a tankba. De hogy az étolajnál még benne van az, hogy nem vagyok tisztában vele, úgyhogy lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, de ugye az étolajnak is van valami kipufogott égés terméke, gondolom én, amivel szennyezi a környezetet, és ugye, mint amit az e-cigi kapcsán is ezzel, illetve a dohánytermékek jövedéki adója kapcsán ezerszer átrágtunk, hogy alapvetően ez egy ilyen büntető adó, a jövedéki adó a legeslegtöbb esetben, amivel kompenzálni kívánják az adott termék, fogyasztási cikk bármi által okozott károkat, legyen az környezeti kár, vagy népegészségügyi kár, vagy bármi ilyesmi. Okay. De az áram, könyörgöm! Ez volt az első reakcióm, érted, hogy elmentek a picsába, de tényleg. Aztán így végig gondolod, hogy mi van akkor, ha mindenki átvált elektromos autóra? Tehát ki a tökön fogja megfizetni például az útfenntartást? Hát az ott a súlyadó, meg ilyenek. Hát az túró, Krisztián, az semmi. Jó,
én, nekem nincs jogsim, nincs autóm, úgyhogy nem, tényleg nem, nem éppen a legtájékozottabb vagyok ezen. Tehát a területen. Az üzemanyag ár, az ugye több adót tartalmaz. Tehát egyébként, hogy mondjam, semmi köze nincsen a környezet szennyezéshez. Tehát ezek az adók, azoknak semmi köze nincs ahhoz, hogy te környezetet szennyezel vagy nem. Hanem, hogy van egy csomó olyan költség, amit föl kell számolnod az üzemanyagban. Értem. Nekem van egy merész gondolatom ezzel kapcsolatban egyébként, hogy lehet, hogy nem kellene ennyire súlyos adókat kivetni az üzemanyagra, hogyha mondjuk nem 10-20-szoros áron készülnének el mondjuk az autópályák és egyebek, tehát hogyha mondjuk a közbeszerzési pályázatokat reális áron viteleznék ki, de ez csak az én hülye gondolatom. Tehát ha megnézel egy mondjuk a benzint, de nézhetjük akár a gázolajt is, de mondjuk nézzük a benzint, akkor abból ugye a bruttó ár tartalomra, vagy kivetítve ugye tartalmazza az áfát, tartalmaz egy ilyen KKKS díjat, ami gondolom ilyen közlekedési akármilyen díj, tartalmazza a jövedéki adót, ami önmagában ilyen 32%, csak hogy így tisztába tedd magad, és aztán van kiskerár. Valám nem 100%. Kiskerár és nagykerár és termelőjár, sallala, sallala. És hát egyébként majdnem, mert a termelőjár az 36% az üzemanyagnak, a jövedéki adó pedig 32%, tehát azért így... Oké, megvan. Oké. Tehát azért az így nem sámli. No, és ugye a kérdés az, mert hogy ezek ilyen előre gondolkodóak, a kérdés az, hogy hát mi bakker, tudod, így gondolom így ülnek a... Te bakker, mi lesz, ha mindenki elektromos autót használ? Hát akkor hát ki fog itt jövedéki adót fizetni, meg útfenntartást, meg mi a picsából fogunk megélni, meg hát majd az adófizetők, tehát az adófizetők adójából fogunk utat felújítani, vagy mi lesz itt, érted? És akkor kitalálták, hogy hát ez pont ugyanaz a történet, mint az étolaj. Hogyha te azt az áramot nem a háztartásban használod el, hanem az autód akkumulátorát töltöd vele, akkor bizony azután adót kell fizetni. Most ezt még, hogy fogják ellenőrizni? Hát úgy, hogy én azt gondolom, egyrészt ezek a töltő állomány, tehát biztos lesz otthoni bütykölés, én ezt már annyira látom előre. Ja, Istenem! Magyarországon vagyunk, na látom. Érted, ez ugyanaz lesz, mint annak idején a gázpalackos autók, tehát tuti, hogy lesz ilyen, hogy hogy ez innentől kezdve büntethetővé válik. Tehát ez konkrétan ugye adócsalás, hogyha te a otthoni 220-ból töltöd, és nem egy olyan órán keresztül, ami hatóságilag autótöltésre van kialakítva, vagy csatlakoztatva az pont. De mi lesz? Razziázik majd az emberek otthonában a NAV? Hát persze. Mert tehát most ezt úgy mondod, mintha soha nem csinált volna ilyet. Na jó, de érted, ez mennyire abszurd már. Tehát ott vannak a milliárdos áfacsalások, ami mondjuk a NAV-nak lehetne a működési területe, vagy ráirányíthatná a figyelmét. Nem, zrikálni fogják az elektromos autó tulajdonosokat valahogy, benéznek ilyen éjjellátóval, vagy én nem tudom, tehát hogy ez szóval fajul el már. Hát ugye én látok, tehát
Igen, látok némi párhuzamot az elektromos cigaretta és az autók töltő árama. De a logika az megvan. Emlékszel még rá, mit mondott a tállai? Te, fú, 100% tállai logika. Az elektromos cigaretta után töltő folyadéknak azért kell jövedéki adó hatája alá kerülnie, mert a dohányzás helyett használják, és a dohányzás a dohánytermékek jövedéki adó. Itt pont ugyanez. Az elektromos áramnak azért kell, mert benzin helyett használják. Vas, kérlelhetetlen vas logika. Jól látod, és még ezek a megnyugtatóan szar mondatok is benne vannak, érted, a cikkbe, hogy a direktíva fő elvárása az, hogy átlátható és átjárható, összehasonlítható legyen az idő, illetve mennyiség alapú töltés elszámolása. Arra azonban nem tér ki, hogy az elektromos autók áramának értékesítését hogyan kell fizetős kereskedelmi szolgáltatássá tenni. Tehát azért vannak még nyitott kérdések, de majd a szakértőink, előgondolkodóink majd megmondják, érted? Hú, amúgy meg rákot okoz. Tehát így nem hosszú a cikk, de így végolvasod, és így jönnek veled szembe ugyanazok az élmények, amik az elektromos cigarettával kapcsolatban annak idején elértek minket. Úgyhogy hát hajrá mindenkinek, érted, mert ez még egy érdekes sztori lesz. Addig tankoljatok ingyen, amíg ezek ki nem találják, hogy... Töltsétek azt az akkumulátort. Na várj, mert ugye ezt egyébként már egyszer láttam ehhez hasonló kiterjesztést, hogyha valakinek eszébe jut az Artisius címke. Aha. Hogyne. Emlékszel rá? Igen. Tehát Artisius címkét, illetve hát kvázi adót legerőször is a hanghordozók után kellett fizetnünk. És akkor egyszer csak így észre se vetted, és már ott volt a memóriakártyán bakker, az USB sticken, a Winchesteren, a nem, mindenen. Érted. Az A4-es papíron. Tehát tudod, így álltál, de hát, bazd meg, ezt fényképezőgépbe veszem. Én azon nem hallgatok zenét, de hallgathatná. Ja, bocs. Ennyi. Kész, és most már senki, tehát föl sem erül benned, érted, hogy az mit keres rajta. Már hát ugye CD-t, DVD-t már senki nem használ jószerivel. Csak ha ilyen retro konzol, vagy számítógép van a birtokában, vagy nem, tehát most már lassan el se tudok képzelni ilyen esetet, de hogy majd ezt is így kiterjesztik, tehát én ettől félek, hogy egyszer csak mondják, hát de bakker, hát az elektromos cigit is töltik, te. Tényleg. És a telefon, úristen, mennyi. És akkor tudod, majd így jön a op, adót vetünk. Tehát lesz otthon ilyen konnektorod, hogy töltésre szolgáló konnektor. És azon más lesz. Azon lesz jövedéki adó. Mert abba töltő áramot tesz a szolgáltató. Töltögetünk, kért. Viszont legalább Powerbank! Ójjaj! Ójjaj! Érted? Ezzel hát akár az autót is töltheted. 18650-es aksi. Úristen! Uff. Na, szóval én rettentő szomorú jövőt látok itt az óriási villamosítás terén, de ne legyen igazam. Tehát ezek... Nézzük a vidám oldalát. A szemünk látára fog megszületni az ukrán csempészáram. De tényleg ez milyen lenne, tudod, így mész tel a kocsi akkumulátorokkal, és átmész Ukrajnába, és föltöltöd, és hazajössz. Azt a betyár, nem hiszem el, tehát ez komolyan. Na, mindegy. Hát figyelj, ezzel az erővel igazándiból a lábbeliekre is tehetnének jövedéki adót, mert
autózás helyett használod, és koptatod vele az utat, amikor átmész egy kereszteződésbe. És hát igen, fú, külön adóval a terhes nők számára, mert a terhes nők nehezebbek lesznek egy átmeneti időre, és valahogy kompenzálni kell. Súlyadó. Ennyi. Fizessenek a kövérek! Ez lesz az új elmondat. Tehát így bemész a cipőboltba, veszel egy pár cipőt, ne haragudjon, hány kiló? Oké, azt mondja, hogy 92, 44-es cipőt vett, a 6 hónapra ennyi a súlyadó. És előbb tessék befizetni, majd utána kiadjuk a cipőt. Na, ne adjunk ötleteket, mert ezek megvalósítják. Szerintem. És hát a szegény terhes nők mit csináljanak? Elcigizzenek? Na miért? Hát megmondom mit őszintén, amikor szembe jött velem ez a hír, akkor én nagyon elgondolkoztam, mert biztos emlékszel rá, Krisztián, hát hogy nem emlékeznél rá, hogy volt egy-két direkt megkeresésünk még a hőskor valamikor, tehát így az egyesület alakulása utáni egy-két éven belül, hogy mit ajánlunk a terhes nőnek. Tehát aki kemény dohányos, teherbe esett, vagy szeretne teherbe esni, és itt van ez az e-cigaretta, és hogy most ezt használhatja, nem használhatja, mennyire káros, stb. És azért ebben nagyon óvatosan kellett tanácsokat adnunk, hogy ne sétáljunk bele semmilyen csapdába. Mond? Erre? De hát te raktad be, miért én mondjam. Ja, nem, azt hittem, hogy van már valami hozzáfűzni valót. Szóval a történet az, és nyilván nem hosszú a cikk egyébként, de hogy így ennyire direkten és ennyire nem is tudom implicit módon támogatni az elektromos cigarettát és a terhes nők viszonyát még én soha nem láttam. De hogy ezt is megértük, hogy Angliában Will Queens azt javasolja, hogy foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogy ingyenes e-cigarettát lehetne bevezetni azoknak azoknak a terhes nőknek a számára, akik leszeretnének mondani a dohányzásról. És hát ez konkrétan egy ilyen kancellár elé tett javaslat, és ezt nyilván minket ez különösebben nem érdekel, de hát Philip Hammond kancellárnak nyújtották be ezt a javaslatot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a következő költségvetési időszakban erre különítsenek el pénzösszeget. És hát ez azért döbbenet, érted? Tehát, hogy olyan, mintha ott egy egészen másik világban élnének. Párhuzamos univerzum, igen. Nem is ebben a dimenzióban mozognának, és hogy erről egy parlamenti vitát, vagy hát egy ilyen bizottsági vitát, bocsánat, nem parlamentit, egy bizottsági vitát tartottak, és hát egy csomó kiegészítés, meg megjegyzés fűződött ehhez a vitához, úgyhogy mi kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ezzel, mert én azt gondolom, hogy ha ebből kvázi egyfajta, ugye náluk azért ez már nem egy olyan nagy sztori, miután van gyógyszertárban, ha jól tudom, receptre fölírható elektromos cigaretta, de hogy ez olyan, amilyen, de van. Hát igen,
nyilván nem egy, nem tudom én mit írnak föl, illetve én úgy tudom, hogy ez át kellett, hogy essen egyfajta ilyen kvázi gyógyszerészeti minősítésen. Jaj. De elméletileg bárki, aki ezt végig zongorázza, az beviheti a receptre fölírható segédeszközök közé az elektromos cigarettáját. De hogyha még ez is törvénybe fog náluk iktatódni, és hogy ez egy bevett szokás lesz, hát nem tudom, tehát azért ez egy nagyon-nagyon kemény és erős kiállás az elektromos cigaretta mellett. Nem tudom, te hogy látod? Nekem az jut erről eszembe, hogy Angliában basszus történnek a dolgok, nem úgy, mint itt nálunk, hogy eltelik majdnem egy év, és amikor megkérdezed a miniszterelnöki részleget, hogy hello, mégis mi van, akkor ja, nem felejtettük ám el, csak nem csinálunk semmit. Hogy Angliában történnek, én magán ezen a fordulaton annyira nem vagyok meglepődve, mert ha emlékszel rá, Varsóban volt már erről szó, Linda Bold részt vesz egy, pont az angol kormányzat, vagy az egészségügy, de hogy így a hivatalos angol felkérésre alakult ott egy munkacsoport, ami pont ezt vizsgálja, hogy hogyan lehetne megcélozni, lehetne használni, és hogyan lehetne használni az elektromos cigarettát kimondottan a kismamák terhesnők részére, és hogy ott igazából alig telt el egy kis idő, és már itt van, hogy basszus, itt nem tökörésznek ezekkel a dolgokkal, megdöbbentő. Magán a fejleményen annyira nem vagyok meglepődve, azon vagyok meglepődve, hogy innen a susnyás erről a feléről nézve, így átnézni a kerítésen, hogy basszus, mennyivel zöldebb ott a fű, és speciál a fű is zöldebb áll. Igazából, de hogy a tök jó, tök jó. Tehát mondom, ez abszolút meglepett, főleg mondom vissza gondolva erre az időszakra, amikor és a mai napig nem tudjuk, hogy azt hiszem 3 vagy 4 ilyen megkeresés volt, mert az elsőnél összeállítottam egyfajta ilyen ajánlást, hogy azért ne nikotinost, és stb. És hogy akár a fokozatosság elvét betartva, ha még nem terhes, akkor használhat nikotinos, de hogy azt aránylag gyorsan le lehet csökkenteni nagyon kis mennyiségű nikotinra, és akkor azzal már nyilván a családtervezésnek sokkal biztonságosabban lehet nekifutni, és azt hiszem, hogy az első trimester végéig javasoltunk, és utána már csak nikotinmentest. És akkor nyilván egyrészt bennünk volt a félsz, mert hát nem tudtuk, hogy ez most esetleg egy hatósági megkeresés álcázva, és arra kíváncsiak, hogy vajon mi ajánljuk-e azt, hogy mérgezzék az anyákat, meg nem tudom, tehát érted, hogy ebből nehogy probléma legyen. De hogy aránylag kellő tisztelettel és alázattal és az akkori tudásunk teljes kihasználtságával nyúltunk ehhez a témához. Ők meg már erről törvényt fognak alkotni, hát szóval na, minden tiszteletem az övék, és hát én tényleg csak azt tudom ajánlani, hogy azok, akik családot terveznek és dohányoznak, azok minél hamarabb próbálják ki az e-cigarettát, és próbálják ennek a pozitív hatásával nekifutni a családtervezésnek. Nekünk is van egy jó kis tervezőnk, aki már most lassan családot tervez, mert ugye a Dwarf szériáról szeretnék egy pár szót mondani. A Miki így
egyszer nem, tehát egyszer szólt rám, hogy na mi van, nem beszélsz róla? Hát mondom, várjál már, öcsém, hát én nem úgy futok neki, mint vakló a zongorának, hanem hogy én használom, aztán majd elmondom a véleményem róla. Úgyhogy szerencsés tulajdonosa lettem egy nagy kapacitású dwarf kazánnak, ami egyébként... Még nem is hallottam róla. Miről? A Dwarf Bigről. Hát nem tudom, hogy ezzel a nevem, megmondom őszintén, tehát ez a nagy levegő. Hát ugye a Dwarfnak volt egy RTA-ja, ez meg egy DL. Ja, hogy a DL, a arról hallottam. DL. Igen, hát úgy értve nagy kapacitású, igen. Tehát meg ugye vastagabb is, én azért hívom Bignek, meg van az a kazán cső a tetején, tehát, de ez nem azt az én világom. Azt lemaradtam valamiről, és kijött a literes dvar. Nem, de ez nem az én világom egyébként, de van egy ilyenem, hát nyilván az embert hajtja a kíváncsiság, hát akkor kipróbálom. Tehát, hogy ezen nem újon, érted? És akkor kipróbáltam, és hát megmondom őszintén, hogy engem igazából arra nem tudom, hogy te emlékszel-e, annak idején volt egy drip feltét a Typhoon GT-hez. Emlékszem rá, bár én nem Typhoonoztam soha, úgyhogy birtokolni nem birtokoltam ilyet. És az volt ilyen nagy zsíros gőzöket eregető készülék, amire én kíváncsi voltam igazán, hogy ez hogyan adagolja a levest, és hogy ez single-be tud-e olyan jó működni, mint egy, mit tudom én, egy dual DL készülék, és bakker tud. Tehát mondjuk nekem azért több problémám volt, mert én, ha jól tudom, ilyen 0-3-asig tartok itthon húzalt, és hát ebbe azért tehát nagyobb magot kell tenni, stb. Úgyhogy fúrógép, és akkor csináltam egy sima twisted coilt, két 0-3-as húzalt így összesodortam, stb. Azért meg volt vele a kínlódásom. Beüzemeltem, és meglepően, tehát engem legalábbis meglepett, amilyen jól teljesített. Az azt jelenti, hogy ugye nem szárad ki a vatta. Igaz, hogy azt hiszem ilyen 20 watt fölé nagyon nem is toltam, tehát kipróbáltam 40 watton is, ami azért nálam már az öngyilkosság jele egyébként. De tök jó működött, és mondjuk hát így látványosan 40 watton nyilván több gőzt is adott, mint 20 watton. De ilyen 12-4 watton is nagyon barátságosan el lehetett vele pöfögni, és hát egyből vissza kellett vennem a nikotin mennyiséget, mert hát ahhoz képest, amit én szívok, hát ez sokkal durvább volt. És miközben így használtam a dwarvot, a DL-t, közben rájöttem, hogy mi a bajom a DL kazánoknak a használatával. Na, pont azt akartam kérdezni egyébként, hogy DL-be is használod, vagy egy ilyen elképesztő gőzfelhőtokádó MTL-be tolod? Várj, ezt én lehet, hogy keverem a DL az a direkt, az egyből tüdőre, nem? Egyből tüdőre, igen. Na hát, de én MTL-es vagyok, tehát én azt szeretem, hogyha így szopogatom, mint a jó bort, érted? Tehát, minek neked DL kazán? Hát mert kaptam kipróbálásra, meg véleményezésre. Tehát ja. Nem azért van DL kazánom, mert mondjuk kapaszkodtam két kézzel, hogy nekem legyen, de hát ha már van, akkor kipróbálom. És akkor én, tudod, én most, tehát én a kezdeti videós tesztekből kiindulva, ugye mindig az volt, hogy megkaptál egy kazánt, összeraktad, beüzemelted, hú de kurva jó, hú de fasza, hú de izé.
És akkor te használtad 2 hétig, és rájöttél, hogy hát de bizony, hogyha így áll, akkor folyik, hogyha ha nem tudom én, eldől, akkor reped a üvegje, hogyha ha mentolt teszek bele, akkor bepókhálósodik, és egyébként is 5 tekerés után beleszakad a csavar. Tehát, hogy van egy csomó dolog, amihez használnod kell. Napi szinten legalább 2-3 hétig, de van úgy, hogy egy hónapig is, ahhoz, hogy arról tényleg egy olyan véleményt tudjál mondani, amit kell. És akkor voltak is ilyenek, és a Black is meg tud ebbe erősíteni, hogy a kezdeti első bemutató videó után, mit tudom én, egy hónappal föltettél még egy videót, hogy na tartós tesztbe, hogy teljesített a készülék. És én nem akartam elhamarkodott véleményt mondani, egyrészt, mert a maga a dvarv kicsit megosztotta a közvéleményt annak idején, és mondom, jobb kivárni azt az időt, amikor már tényleg annyi tapasztalatom van róla, hogy azt mondhassam, hogy na, ez meg ez az előnye, ez meg ez nem tetszik benne. És miközben ezeken így évődtem, és használtam napi szinten, rájöttem, hogy nekem mindig is volt ezzel a egyből leszívom a gőzt kezdetű sztorival valami megfoghatatlan problémám, és soha nem tudtam rájönni, hogy mi, csak egy olyan ellenérzésem volt az egésszel kapcsolatban, és most jöttem rá, hogy mi az. Na. És biztos, hogy ebből óriási vitát lehet keríteni, de ha valaki annak idején jógázott, te jógáztál, Krisztián? Én sem megerősíteni, sem megcáfolni. Sem nem cáfolni, tudom. Nem tudod. Szemfülesek láthatok már jógázni, bár nem. Ugye jogázom. A jógában én annak idején, ez marha rég volt, tehát akkor még itt a hallgató 90%-a csak tervezve volt. Annak idején a Baktai Ervin adott ki egy-két nagyon klassz jógakönyvet, és a Baktai nagyon nagy hangsúlyt helyezett a légzés technikára. És ugye kétféle légzés van. Az egyik az, amit az átlagember művel. Az az úgynevezett felületes légzés, amikor beszívod a levegőt, de csak a tüdődnek a felső részét használod gyakorlatilag. Uh-huh. Az igazi, ja, és ott van a másik, ugye ennek az ellentétje az a hasi légzés, amikor leszívod a tüdő alsó részébe, és van a teljes légzés, amikor az alsó és a felső részt egyenletesen töltöd fel levegővel. Lehet, hogy én ezt most szarul mondom, de a lényeg ez. Tehát biztos uh-huh. van okosabb nálam, aki jogába up to date. Én ezt így tudom elmagyarázni, de a lényeg érthető, hogy ez hogy van. Amikor te MTL-t szívsz, akkor te ezt az úgynevezett felületes légzést használod, de amikor DL-t szívsz, akkor óhatatlanul is megtöltöd az egész tüdőfelületet vele, és úgy gőzölsz. Na és ez volt az, ami nekem így bevillant, hogy na nekem ez az ellenérzésem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy sok gőzt akarsz kifújni, ezért egy úgy veszed a levegőt, érted, mint hogyha de nem mintha, hanem egyébként is, a teljes tüdődet föltöltött gőzzel, és utána úgy fújott ki. És ez nem biztos, hogy fasza. Tehát, de tényleg ez, mondom, inkább csak így vitára bocsájtanám, nyilván lesznek pro és kontra érvek ellene mellette, de nekem ez volt az, ami tudat alatt zavart ebben a sztoriban. De erről már nyilatkozott Farsalinos doki is, ugye, sőt szóba is került nemrég, hogy teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, hogyha valaki cloud chase-el és direkt tüdőre szív lényegesen nagyobb volumenű aeroszolt, hogyha esetleg Ildikó hallgat minket.
aeroszolt. Tehát nem végbélkupot, ez nagyon fontos, hogy végbélkupot nem lehet elszívni. Nem, nem. Az csak szopogatni lehet. Na, mindnap próbálom, de még mindig nem sikerül. Hogy nyilvánvalóan a nagyobb tüdőben megmozgatott aeroszol volumenből kifolyólag, nyilvánvalóan a elképesztően minimális egészségkárosító anyagok is így azért valamilyen szinten nagyobb arányban keletkeznek. Nyilvánvalóan, ha megfeszül, sem tudod elérni a hagyományos dohányzás károsságát, de hogy egyértelműen nyilvánvalóan jobban terheled a tüdődet ilyenkor nem odavaló anyagokkal. De jó. Na, visszatérve... Ez a tény nem fog véget vetni a cloud chasingnek. Valószínű, tehát nem ez, tehát én nem azért vagyok ellene, pont valami Facebook vitába futottam bele, és ott az egyik delikvens, aki cloud chaser, az lebaszta az, aki beszólt, hogy nem kéne, meg nem tudom én, és akkor ebből lett egy óriási vita. Valóban ez mindenkinek a magánügye, hogy otthon mit csinál, csak közösségbe ne tolja, meg mindenki azt gondol róla, amit akar. Gondolatszabadság van, legalábbis én ezt gondolom, aztán nem biztos, hogy így van, de hogy visszatérve... Majd Besenyő Pista bácsi megmondja. De majd Besenyő Pista bácsi megmondja, igen. Visszatérve a Dwarfra, hogy abszolút jó teljesített, és nekem az MTL-le van egy problémám, amire én, megmondom őszintén, nem figyeltem föl. Aztán egyszer előfordult velem is, és onnantól kezdve én a fejlesztőt folyamatosan baszogattam, hogy de tessék már nekem egy ilyet csinálni. Ugyanis az van, hogy az MTL-nél kettő darab pici kerekjuk van. És ha csak egy hajszálnyival keményebbre tömöd a vattát, ami egyébként egy nem annyira perfekt tekerőné vagy felhasználóná abszolút, de előfordulható hiba, akkor bizony nem jut elég leves a tekerésbe. És ugye ennek az első javítási lehetősége az, hogy nagyobbra vesszük a paláston a nyílást, és csinált nekem a Miki egy olyan palástot, amin egy hosszúkás nyílás van két oldal, tehát ugyanolyan magas, mint az eredetin, csak hosszúkás, tehát mint hogyha két lyukat összemart volna, és nagyságrendekkel jobb a léellátás ez miatt. Aztán most lehet, hogy az óromra koppint, hogy ilyen titkokat fecsegek ki, de hát én viselem ennek a következményét, de mondom, ez nekem elsőre nem tűnt föl, nekem csak az tűnt föl, hogy hihetetlenül lazán kell vattázni a lyuk előtt, mert nem fog elég leves bejutni a kazántérbe. De mondom, ez most már így megoldja ezt a problémát. Illetve hát miután én forgalmaztam, tehát én nekem ez volt a nem is tudom, a kiindulási alapom, hogy két olyan ember is azt mondta, hogy nem tudja használni. Tehát akik egyébként, mit tudom én, egy kájfunt simán bevattáztak, azok nem tudták bevattázni a Dwarfot úgy, hogy az nekik jó legyen, és pedig küldtem fényképet, meg próbáltam magyarázni, és akkor előbb-utóbb tud így rájössz, hogy bakker, hát valószínűleg azért, mert egyszerűen nem érzik, hogy mennyire lazának kell lennie ott a vattának, vagy hogy kell eligazgatni a lyuk előtt a vattát. És akkor ez lett az eredménye ennek a történetnek, úgyhogy
Sorry, de ha titkot árultam, mert akkor mondom, még egyszer vállom ennek a következményét, de egyébként önmagában nekem semmi gondom nem volt az MTL-le, csak ahogy jöttek ezek a visszajelzések, és egyszer én is elkövettem ezt a hibát, hogy picit tömörebb volt a vatta, mint szokott lenni, és akkor azonnal elkezdett égetni. Úgyhogy ennyi a dolog, de még egyszer mondom, a DL az eszméletlen jó működik, csak nem az én stílusom. Tehát használtam most durván ilyen 4 vagy 5 hetet egy folytába, tehát napi használatban volt, és át is ment rajta az egy tartálynyi likvid, és jó. Jó, határozottan jók az ízei, még ebben a kategóriában is. Jó pofa. Nekem eszembe jutott még egy valami a terhes nők témában egyébként, illetve hát így másfél-két valami, hogyha egy kicsit visszakanyarodhatunk, hogy nyilvánvalóan a dohányzás az nem tesz jót se a terhes anyukának, se a gyerkőcnek, de hogy az elektromos cigaretta témában jobb híján ezt a nikotinra hegyezték ki elképesztő módon, és benne volt ez az itthoniban is, hogy a kamaszkor előtt az agy kialakulását akadályozza, a normális egészséges kialakulását akadályozza a nikotin, meg még az amerikai tiszti főorvos is ezt lobogtatta orba szájba, és amiről ilyenkor általában nem beszélnek soha, az, hogy a mai napig igazából kizárólag rákcsáló és majom kísérletek történtek ebben a kérdésben. És Clive Bates tette fel azt a kérdést még a tiszti főorvos kapcsán, hogy ha valóban, tehát nem emlékszem a pontos korhatára, de hogy valahol ilyen 15 év körül van az a biológiai határ, ameddig alakulnak ki ezek a dolgok az agyban, hogyha, és ugye a dohányosok nagy része ez alatt az életkor alatt szokik rá a dohányzásra, hogyha a nikotin valóban a serdülőkorban lévő és azelőtti agy fejlődését, egészséges fejlődését felborítja és gátolja, akkor hol vannak azok a tömegek, akik a kamaszkori és a gyerekkori dohányzás miatt lettek agysérültek? Egyet is mutassanak. Úgyhogy nyilvánvalóan ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a terhesség időszaka alatt minél kevesebb mérgező anyagot vigyen az ember a szervezetébe, és ne csak a lehető legegészségesebb dolgokat fogyassza és juttassa a szervezetébe, de hogy a történethez, de régen csináltuk ezt, ez is hozzátartozik, ez a tény is. Igen, abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Jaj. Viszont a hírek nem erről szólnak, hanem a hírek, a jó kis szenzációhelyes hírek egész másról szólnak. A Brit Daily Mail nevezetű borzalmas förmedmény megint fölkapott egy ultrafos vadi új tanulmányt, és ez egy vicc. Írtam róla egy kis összenetet egyébként, ahol végigvezetem, hogy hogyan lesz a bolhából végül elefánt, de hogy ez tényleg egészen megdöbbentő, nem tudom, te találkoztál-e már vele. Igen. Maga a tanulmány. Én azt hiszem a múlt héten kaptam meg az eredeti cikket valahonnan. Nem is tudom, hol kezdjem, annyi a baj ezzel az egésszel. Szóval mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás legjobban rettegett hármasa az igazándiból a keringési megbetegedések, az krónikus obstruktív tüdőbaj, vagyis a COPD, illetve a
különféle rákos megbetegedések. Tehát ez az a három dolog, ami alapvetően a dohányzásnak tulajdonított áldozatokat szedi, csak hogy így helyére tegyük a dolgokat. És jön egy tanulmány, ami igazából azt méri, hogy a nem dohányzók, a dohányzók és az elektromos cigaretta használók orrnyálka hártyájára milyen hatással van a dohányzás, az e-cigarettázás és a nem dohányzás, hogy az immunvédelemért felelős gének hogyan változnak ennek a külső behatásnak következően, amely immunvédelemért felelős gének igazából a különféle kívülről érkező légutakon keresztül érkező külső fertőzések ellen hivatottak küzdeni, mert hogy ezek kapcsán olyan fehérjék termelődnek az orrnyálkahártya, vagy a légutakat borító nyálka olyan fehérjéket tartalmaz, amik ez ellen a mindenféle fertőzések ellen küzdenek. És azt tudott volt eddig, hogy a dohányzás az módosítja ezeket a géneket, és csökken az ellenálló képesség, az immunreakció ezekre a kívülről érkező veszedelmekre, és most kihozták azt, hogy gyakorlatilag ugyanez a helyzet az elektromos cigarettával is, bezzeg a nem dohányzással. Na most, a probléma ezzel mindössze annyi, hogy egyfelől egyáltalán nem vonták be azt a lehetőséget, nem számoltak azzal a lehetőséggel, nem volt semmiféle kontroll a fölött, hogy milyen dohányos története és elektromos cigarettázó története van a résztvevőknek, mert simán lehet, hogyha valaki két hete hagyta abba a dohányzást és tért át mondjuk az elektromos cigarettázásra, akkor a szervezetében ezek a jelenségek még mindig a dohányzás korábbi terheit nyögik, tehát gyakorlatilag fogalmunk nincsen róla, hogy ez valóban az elektromos cigarettázásnak köszönhető-e, vagy a korábbi dohányzásnak köszönhető-e, tehát itt egyik oldalról már kiderül, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet számolni ezzel a történettel semmit. A másik meg az, hogy még a kutatást végző tudósok is azt állítják, hogy a tüdő antibakteriális és antioxidáns védelmi mechanizmusaiban beálló ilyetén változások funkcionális következményei, és ezek hatása a tüdő krónikus megbetegedéseinek a kialakulására, mint például a COPD, továbbra is tisztázásra szorulnak. Tehát gyakorlatilag azt írják, hogy igazából nem tudják, hogy a különféle krónikus tüdő megbetegedése kialakulására van ez egyáltalán bármiféle hatással. Tehát gyakorlatilag megállapították, hogy az elektromos cigarettázással, nagyon leegyszerűsítve és pongyolásítva a dolgot, az elektromos cigarettázás hatására lehet, hogy nagyobb eséllyel leszel náthás, de az is lehet, hogy nem. Tehát ez a rendkívül fontos korszakalkotó tanulmány, ezt sikerült felfedeznie. És a durvulás az nem is ott van, hanem ott van, hogy ezek általában úgy szoktak kinézni, ugye, hogy van maga a tanulmánynak a szövege, ahol így levonják a konklúziókat, meg ilyesmiket. Van a tanulmányoknak általában egy rövid összefoglaló része, ahol még jobban zanzásítva megpróbálják összefoglalni, hogy miről van szó, és már ott nem ez történik, hanem földobnak egy ilyet, hogy ezek az adatok megkérdőjelezik, hogy az e-cigaretta hagyományos cigarettá kevésbé egészségkárosító alternatívája lenne. Mint hogyha a dohányzás egyetlen káros hatása az lenne, hogy nagyobb eséllyel leszel náthás vagy sem. Hát hogy mi van? Már itt torzítanak, és már itt olyan dolgot állítanak, amit gyakorlatilag egyáltalán nem támaszt alá a saját tanulmányok. De aztán erről szoktak kiadni egy sajtóközleményt is, ahogy aztán ez elkezd keringeni a köztudatban és a média irányába, és abba pedig azt állítják, hogy az eredményeink arra engednek következtetni, hogy bizonyos tekintetben az e-cigarettázás akár olyan rossz is lehet, mint a dohányzás. Bizonyos tekintetben értsd, megfázol-e vagy sem. De hogy így tüdőrák, stb. Ilyesmi, ami az áldozatokat szedi, hogy ahhoz semmi köze nincsen, arról egy szó se. Na, és akkor, hogy elérkezzünk az elejéhez is a történetnek, jön a Daily Mail, elolvassa, és elkezd ilyeneket hozni, szalagcím, az e-cigaretta végzetes tüdőbetegségeket okozhat egy tanulmány szerint, pont ahogyan a dohánytermékek. Egy új tanulmány szerint az e-cigarettát dohányzók szervezetében valószínűleg veszélyes, a COPD és a cisztás fibrózis kialakulásához vezető proteinek keletkeznek.
mi van? Mi a bánatos fenéről beszéltek? Hogy hogyan? És így lesz egy igazándiból egy teljesen jelentéktelen ultraszar tanulmányból elképesztő szenzációhajház rémhírterjesztés a médiában. Hihetetlen. Egyébként, ha megfigyelted, akkor a Daily Mail ebbe abszolút élen jár, érted? Tehát, hogy nem tudom, ezt valószínűleg tenyésztik ezt az újságíró fajtát, hogy olvas valamit, és akkor ú, bazd meg, ez így nem lesz jó, mert nem fasz a szalagcím. De az, hogy rákkeltő, meg vannak ilyen hívó mondatok, érted, hogy izé, tehát Pista bácsi leugrott részeged a bicikliről, és beverte a lábát, és akkor az idős ember majdnem halálát lelte a veszélyes járdaszegély miatt. Ja, kész. Egy jó van ebben az egészben egyébként, Fifika, és ugye szeretnünk el embertársainkat, úgyhogy ha ne adj Isten valamiért óriási nagy szerencsénk lenne, és Horváth Ildikó, Onodiszűz Zoltán, Gusztáv és Demjén Tibor egy nap úgy döntene, hogy igazándiból pályát módosít, és mindannyiunk nagy örömére inkább az újságírásban szeretné örömét lelni, azonnal két kézzel kapkodna utánuk a Daily Mail, oda tervettek. Jaj, de az a baj, hogy nem csak a Daily Mail ilyen. Ja, és akkor utána jönnek a mutációk és a permutációk, tehát, hogy így a Daily Mail szalagcímét átveszi egy halom újság. Te mit írt a Daily Mail? Ó, bakker, megint írtak az e-cigarettáról, hogy szar. Akkor mi is írjunk róla, mert múltkor mi is írtunk. Cisztás fibrózist okoz az e-cigaretta. Ennyi. Kíváncsi vagyok, mikor jön az a pillanat, amikor az elektromos cigaretta frank hitel károsultságot fog okozni. Vagy valami hasonlót. Szóval erről szólnak a hírek. Már megint. Ha itthonra még hál' Istennek nem gyűrűzött be, de ezért is próbáltam elébe menni, hogyha ne adj Isten a hazai sajtóban is fölbukkan valamilyen átirata, mutációja ennek az őrületnek, akkor legyünk felkészültek, és tudjuk már előre, hogy miről van szó. És megvan az éremnek a másik oldala is, ugye? Amiről nem szólnak igen. A hírek. Épp ezt akartam mondani, hogy debezzeg a jó híreket, azokat nem basszak ilyen szalagcímre, érted? Te csináljunk ebből szalagcímet, oké? Okay? Jó. Tehát te jó, mit írnál? Daily Mail szalagcímet? Aha. Bebizonyították az elektromos cigaretták rákkeltő hatását. Nem. Én már a következőné tartok. Az élet jó oldalánál. Jó, de hogy a Daily Mail az ezt hozná. Mert arról elfelejtenél hát, szólni. Mintha a Daily Mail-es jó indulatú lennél. Jó, mint a Daily Mail-es. Ha igazán Daily Mail-es vagyunk, akkor gyógyítja a rákot az elektromos cigaretta. Ez már abszolút a ló túloldalára látos is. Ha igazi Daily Mail-es, akkor azt írod, 50 000-szer jobban gyógyítja a rákot, mint a hagyományos. Tényleg? Édes Istenem. Na de. Komolyra fordítva a szót, Dr. Farsalinos osztotta meg a napokban egyébként Facebookon ezt a posztot, tényleg ezzel a szomorú kommenttel, hogy ezt bezzeg nem fogja szárnyaira kapni a világsajtó. Két tanulmány is volt nemrégiben, az egyik Olaszországból jött, a másik meg
Nem, az egyik nem tudom honnan jött, de a Tobacco Controlba jött, és az volt a konklúziója, hogy a dohányzáshoz hasonlítva nagyon-nagyon-nagyon elképesztően alacsony a rákkeltés kockázata az elektromos cigaretták esetében. Majd jött kisvártatva egy olasz tanulmány, ami ezt így nagyjából megismerte, és tudományosan megközelítve mind a kis részecskék, mind az egészségkárosító anyagok tekintetében konkrétan megmérte, hogy mennyi ez számszerűen, és ők arra jutottak, hogy 57 ezerszer kevesebb esélye van annak, hogy rákot okoz az elektromos cigarettázás, mint a dohányzás. 57 ezerszer kevesebb esélye. Ez érdekes, ez a mérőszám, ez az életciklus kockázat. Igen, igen, az egy excess lifetime cancer risk, igen, igen. Egész életen át folytatott tevékenységgel járó rákkockázat, vagy hogy lehetne ezt szépen mondani? De te mondtad a legszebben még, igazából nem próbálok javítani rajta. Oké. Okay. Amúgy is jó. Oké, okay, csak hogy ez engem is meglepett, hogy ez egy konstans mérőszám, amit így bevezettek egyébként, ugye a WHO barátunk vezetett be, és hogy ennek van egy teljesen exakt leírás, hogy ez mit jelent. Úgyhogy, de jó pofa a vége, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ez a tanulmány zéró hirdetést fog generálni. Jaja, jaja. Sajnos egyébként. Úgyhogy, hát ja, van jó és rossz oldal, tiszta ilyen csillagok háborúja lesz már ez az e-cigaretta, és a sötétség erői, érted, így megnyilvánulnak, de bezzeg a Jedi lovagok még azért észen vannak sorozatosan. Tudod, mi a durva igazából, hogyha megnézed az elektromos cigarettázás ártalomcsökkentését alátámasztó kutatásokat, ott valahogy mindig számszerűsítve vannak ezek a dolgok. Levezetve szépen, hogy erre jutottunk, hogy ez a kockázat ennyiszer és ennyiszer kisebb, stb. És ha megnézed az ellenoldalnak az érveit, mint Glenz és a többiek szoktak mondani, az a rossz, érted? Nem jó. És hogy így ember számszerűsítsük már, mint a mai napig ugye a 95%-os számmal. Támadják mindenhonnan, próbálják ellehetetleníteni az egészet, de ott van egy levezetett szám, hogy nagyon konzervatívan, a mi beslésünk szerint legalább 95%-kal kockázatos, kevésbé kockázatos, és erre az ellenválasz, hogy szerintünk ők nem értenek hozzá. Nem az, hogy csak 15 vagy 20, ja, igen, ezek igen, nem is értenek igen, igen. hozzá. Igen, ez a... Oké, okay, rendben. Ez a NER vita, érted? Milyen vita? Az agresszív kis malac jutott eszembe róla, de... Én így szállok igen, le, kész. Tehát nem, tényleg az most már szerintem így hihetetlen módon szembeszökő, hogy mennyire ténytelen az ellenoldal. Érted? Vagy ha tényeket sorol, akkor vagy a forrásokkal van a baj, vagy a kiragadott szöveggel van a baj, de hogy mindig bele lehet kötni, és abszolút nem exakt az, amit írnak, vagy megfogalmaznak. Vagy a módszert az, amit a formában. Vagy a módszert ér, annal, amiért... De hát... Bocsánatot is kérnek. Igen. Igen. Csak hát nézzék meg, felgyújtjuk, és van benne formaldehid. Hát nem, felgyújtjuk, és ott a formaldehid. Hát igen, csak ugye ez nem égés termék, tehát nem kéne fölgyújtani. Tehát ha felgyújtasz bármit, akkor ez biztos lesz benne, hogy az a lesz baj. Tehát, hogy ott mérgek lesznek meg egyéb. Én csinálom rosszul. Te nem úgy elcigizel, hogy betekered a vattát, aztán úgy szárazon elszívod, amit még van minek izzania? Hát de az az ütős, nem érted?
Azt hittem, így kell. Hát legyünk már fasz a gyerekek. Nekem mindig az a csávó jut az eszembe, nem tudom, te emlékszel-e még rá, aki csinált egy ilyen videót a netre, de ez valami youtuber gyerek volt, és egy kicsit így bebaszva csinált egy videót, és az ego aksiba öntötte a likvidet, és így szívta, és így mondja, hogy egész jó. Jaj, megvan, igen. Nem emlékszem a nevére, de téma volt egy darabig nálunk. És az kemény gyerek volt, öcsém. Tehát az azért egy pár szálos lukot letett, mire fölért az ego aksival a tekerés, az a likvid. Úgyhogy bátra ki a szerencse. De aztán megtanították e-cigarettázni. Viszont ugye ezeken mindig elcsodálkozunk, hogy neki ezzel az egy szar videóval tudott annyi nézettséget generálni, mint a mi összes oktató videónk. Hihetetlen sztorik. A hülyeség az megy, igen. Igen, igen. Na, de hát ha már hülyeség, akkor mi ez a sorozat, ami lehet, hogy nem hülyeség? Hú, kérlek szépen, már ennyire elszaladt az idő, beszéljünk egy kis sorozatról is. Tegnap kezdtem el megtekinteni, elindult az X-Men, alapvetően az X-Men sztoriból kivált tévésorozat, a The Gifted címmel, és nagyon-nagyon-nagyon izgi. Egy ilyen, nem spoilerezek vele, hogyha elárulom, hogy alapvetően abban a valóságban játszódik, ahol az X-menek eltűnnek, és nagyon súlyos törvényekkel korlátozzák a mutánsokat az Egyesült Államokban, és bekasznézzák őket mindenféle piszlicsáré dologért. Ilyesmi, úgyhogy egy ilyen nagyon sötét felütéssel indul, és érdekes mellékszál benne az, hogy ez néhány hete jött a hír, hogy a sorozat készítője Matt Nix a Preziben készítette el azt a prezentációt, amivel aztán eladta az ötletet a stúdiónak, hogy ebből legyen valami, hogy egy ilyen fordulatot is belecsempészek, és elindult a sorozat, és tényleg szerintem érdemes elkezdeni nézni, mert nagyon-nagyon kis színvonalas és érdekesnek ígérkezik, de amin lehidaltam, hogy ilyen kedvenc sorozataim All Stars szereplő válogatás, és nagyon-nagyon vad. Például főszerepben van a, nem tudom, kinézte, én néztem annak idején a True Bloodot, de a True Blood vámpír főszereplője az itt főszereplő. A feleségét játsza, a két főszereplő gyerkőt, szüleit játsszák a másik, Amy Ecker, aki annak idején az Angelben is játszott, illetve legutoljára én a Person of Interestben láttam őt. És egy másik nagy kedvencemből, a Burn Notice-ból, meg ketten is szerepet játszanak benne. Az egyik a Burn Notice főszereplőjének, Michael Westennek az édesanyját játszó Sharon Glass. Ő játsza a főszereplő fazonnak az édesanyját, és egészen sok szerepe volt benne, és a főgonoszba meg az a Kobe Bell, aki szintén a Burn Notice-ba játszott, tehát hogy nekem ilyen mindegyik sorozatnak már vége, ezer éve nem láttam ezeket a figurákat, és most így előkerültek, és így összegyúrták egy sorozatba ezt a színész válogatást, hát én nagyon le vagyok idolva tőle, és nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy mi lesz, és mit fog egy ilyen szereplőválogatás kihozni a végén. Én javaslom neked is, Fika, meg bárkinek, aki szereti az ilyen marveles vonalat, hogy... Én azt hiszem, hogy valamit olvastam róla, és így föl is keltette a figyelmem, tehát előbb-utóbb valószínű, hogy a látóterembe került volna ez a dolog, és most vettem észre, hogy nagyon ügyesen kitörölted az összes videót és kultúrát, amit betettem. A legközelebb eltöröm a kezed. Igen. Azt mostanra tetted be? Várjál, akkor kontrollzézek. Basszus, én azt hittem, hogy az múlt hétre volt. Ne haragudj! Ott van? Ott van, okay. Oda néz. Oké, nagyszerű. Mert ezt még egyszer meg kellett volna keresnem, akkor... Szóval,
tudod, hogy van az a rész, amikor így szembe jön velem valami, és hogy, de azt hiszem pont adás után, a múltkori adás után épp erről beszélgettünk, mert hogy én hallgatok más podcasteket is, nem csak a sajátunkat, és van egy ilyen, hogy mondod? Most állj meg, nem ezzel volt vége az előző adásnak? Nekem nagyon déjà vu-m van. Hát ha ezzel volt vége az előző adásnak, akkor most tesszük be. Ha nem ezzel volt vége az előző adásnak, akkor tök mindegy. Tényleg nem emlékszem rá, de ha ezzel volt vége az előző adásnak, akkor is tudunk újat mondani vele. Mert hogy ebben a podcastben beszéltek a Kuka Roboticsról, és ebben a podcastben egy olyan videót tettek be, ahol a Kuka Robotics robotja levezényelt egy komoly zenei darabot, amiben egyébként emberi énekhang is volt, és hogy hát az mennyire nehéz volt megvalósítani, és egyebek. És akkor ez így engem érdekelt, meg hát robot, meg mesterséges intelligencia, meg zene. Ugye azon kevesek, akik tudják rólam, nekem az egyik hobbim az, hogy elektronikus zenét csinálgatok, de csak magamnak. Charlie már nem tudom mióta várja, hogy legyen egy ilyen fifikás intrója a Párásító podcastnek. És találtam egy videót fönn a neten, amiben egy hihetetlen jó videó egyébként. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert össze fogja csinálni magát. Nyilván egy megrendezett, meg egy utómunkával ellátott videó az egész, de hogy itt a Kuka Robotics robotjaival zenél egy élő ember, aki egyébként egy hihetetlen jó képességekkel megáldott elektronikus zenész, és hát valami zseniális, amit összehoztak, tehát nekem sokkal jobb volt, mint a karmesteres Kuka Robotics videó, és hogy megemlítsem a podcastet is, ez a 20 perccel a jövőbe című podcast, és biztos, hogy nem beszéltünk róla, adás után beszéltünk róla, Krisztián most már eszembe jutott. Lehet. Mert hogy ebben a podcastben két fiú és egy lány beszélget, és engem az fogott meg ebben a podcastben, hogy ez a lány mennyire, tehát innen is csókoltatom, hogyha esetleg ő is hallgat minket, hogy ez a lány mennyire sziporkázó és hihetetlen jó humorra megáldott hölgyemény. És ha már Kuka Robotics, akkor ugye van egy ilyen fölvilágosító része a sztorinak, hogy a Kuka Robotics az bizony az a cég, aki valamikor a kukás autót kitalálta, a zárt szemétszállítást. Ez a Krün, várjál, rákattintok a cikkre, mert hogy a kultúrába pedig betettük azt a cikket, amit egyébként a 20 perccel a jövőbe is betett, hogy miért pont kuka és miért nem habci, és hogy ebben a cikkben leírják, hogy ez a Hans Keller és Jakob Knappich 1898 Augsburgban alapította a Kuka vállalatot, amelyik az ő kezdőbetűjükből tevődött össze, és a kukás kocsikra az volt írva, hogy Mercedes-Benz Kuka. És hogy ezt a rendszert ők kifejlesztették, ezért a mai napig ugye magyar nyelvterületen is kukának hívják a kukát, de mondom, ha az előző adásban elmondtuk, azért
szerintem nem lehet elégszer elismételni, de most már a szelektálok.hu cikkét is betettük a kultúrába, és mindenkinek ajánlom, hogy a Kuka Robotics videóját nézze meg, mert szerintem zseniális. És hát így az adás végén egyrészt köszönjük, hogy itt lehettünk, másrészt szeretnénk a Patreonjainknak megköszönni azt a támogatást, amit adásról adásra nyújtanak nekünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És szeretnénk megköszönni Charlie-nak azt az áldozatos háttérmunkát, amit végez. Átmeneti szürke eminenciásunk. Ó, de szépen mondtad. Átmeneti szürke eminenciásként a helyettünk, illetve mellettünk. És hát ennyi fért szerintem a mai adásba. Én köszönöm mindenkinek, hogy velünk volt. Neked is, Krisztián, hogy itt voltál. Magamnak is, hogy itt lehettem. És hát természetesen nektek, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Köszi szépen, és kérlek, szurkoljatok nekünk, hogy a jövő héten, illetve vasárnap kezdődő hosszú utazás során semmiféle nyavaját ne hozzunk haza, úgyhogy jövő héten akkor nem lesz adás, de utána jelentkezünk, remélem. És köszi szépen, sziasztok!